Az idén Kaposvár és Tihany kapta a Virágos Magyarországért verseny fődíját, de városunknak sem volt oka a szomorkodásra. 2016-ban ugyanis 285 induló közül a belügyminisztérium fődíját, a rézemléktáblát a bajai négy fős delegáció vehette át az elmúlt hétvégén a kaposvári díjkiosztó ünnepségen. Az első díjat elnyerő város képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A második díj a miniszterelnöki elismerés volt, a harmadik pedig az, amelyet Baja zsebelhetett be. Tudtuk meg Burszki Darinkától. Meglepetés volt, nem számítottam ekkora fokú elismerésre, de hogyha mások mondják, és igazán szakemberek jöttek zsűrizni, és ő szerintük ilyen szintű a városunk, akkor ezt el kell fogadni, és örülni kell neki. Akkor az ökopark, az ökofalu, amiben a gyerekeknek felhívja a figyelmét a környezettudatos életre. Kovács Csaba éppen azokat a fejlesztéseket sorolja, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Baja elnyerte ezt a díjat. Hiszen a virágos és zöld felületek mellett mást is figyelembe vett a zsűri az értékelésnél. Tudtuk meg a Városüzemeltetési Bizottság elnökétől. Én büszke vagyok először is a bajai emberekre, hiszen nagyon sokan a saját környezetüket, illetve a kertjüket szépítették, és ezáltal a város is szépül. Akkor a kommunális KHT által végzett kertészeti munkákra is nagyon felhívnám a figyelmet, hiszen ott is sok kreatív dologgal találkozhatunk. Itt nem messze is itt van a páva, amit csináltak, és azt is sokan a csodájára járnak. A döntésben továbbá közrejátszott a Baját átszelő több kilométernyi kerékpárút, az ökopark, az új híd és az is, hogy egyre több épületet szerelnek fel napelemes rendszerekkel, ezzel megújuló energiát előállítva, tette hozzá Kovács Csaba. A minőségi turizmushoz virágos, rendezett, szép és stílusos települések kellenek, ezeknek a kritériumoknak pedig Baja teljes mértékben megfelel. A tervek szerint jövőre, pótolva az apróbb hiányosságokat, a város újra ringbe száll egy még rangosabb elismerés reményében.